Sziasztok, kicsomizók! Kiki vagyok. A mai videóban kaptam egy ilyen nagyon cuki rózsaszín dobozt. A körmöm is rózsaszín, igazából súrolja a pirosas árnyalat határát, de szerintem nagyon aranyos. Hú, mennyi pompom! És mik lehetnek ezek? Már nagyon izgatott vagyok. Hú, nézzétek! Erről láttam már egy reklámot a tévében. Jó, de aranyosak! Tudom, hogy mágneses a fülük, és így össze lehet őket ragasztani. Olyasmi, mint a tépőzár, csak mágnessel. Értitek? Júj, mennyi nyuszi! Hú, azta! Jaj, de cukik! Nagyon édesek! Ez nagyon profi. Ó, ennek olyan jó a színe. Nagyon élénk. Amúgy mindegyik nagyon puha és nagyon cuki. Ez engem valamiért emlékeztet egy bagolyra. Nem tudom miért. Jó kérdés. Ennek de gyönyörű a színe, úristen. Azt a kicsomiát. Hú. Olyan is van, aminek a füle másmilyen színű. Nincs több. Nézzük. Azta. Vannak olyanok, amik párban jönnek. Ezek nagyon cukik. Élőben is szívesen kapnék ennyi nyuszit. Ezek nagyon aranyosak. Nekem a szeme tetszik a legjobban. Nézzétek, akaszd fel és osztozza szeretetben. Jaj! Ezek nagyon cukik. Hú! Olyan puha mindegyik. Olyan nagy, szinte óriási. És az orruk is mágneses, sőt, még a farkuk is. Ez nagyon király. Nyissuk ki! A füle eleinte nehezen jön ki, de amikor belejövünk, akkor már sokkal könnyebb. Ú, alul el is kell vágni. Jó, akkor vágjuk el ott is. Ez nagyon izgi. Hú, nézzétek! És ilyen cuki szívecskék is vannak rajta. Eddig azt hittem, hogy a rózsaszín és a piros nem illenek össze. Hát, mondjuk még mindig így hiszem, de ezen a nyuszin nagyon cukin néz ki. Látjátok? Mindenhol kipróbálom, hogy mágneses-e. És igen. Nagyon aranyos. Most olyan, mint egy nagy szívecske. És itt ez a másik nyuszi is. Ennek egy darab szívecske van itt, a szeme alatt. Nagyon aranyos. Imádom. Olyan puha. Ezek nagyon édik. Neki. A fülén van egy csomó szívecske. Én is szeretnék egy nyuszit. Olyan jó lenne. Gondoljatok csak bele. Lehetne egy nyuszit otthon. Egész nap simogatnám. Lehet, hogy olyan puha lenne, mint a vattacukor. Na jó, attól ragad a kezed. Az nem is annyira jó. De mondjuk egy pillecukor nyuszi. Gondoljatok bele. Hát nem király. Neki is összeragad mindene a mágnestől. Így. Most nyissuk ki őket. Szerintem ők is nagyon-nagyon-nagyon aranyosak. A kezedre lehet őket csatolni. Sőt, a hajadba. Ez azért elég érdekes. Mondjuk, ha kimennék egy nyuszival a hajamban, az azért szerintem megbámulnának az utcán.
Gatyára tenni? A nyulat? Övként használni? Szegény! Így. Nagyon aranyos. Ez nagyon kicsomisztikus ez a nyuszi. Nagyon tetszik az egész, hogy ilyen élénk rózsaszín és zöld színe van. Bár a rózsaszínt jobban szeretem, ez a zöld is megy hozzá. Egész szép. Hú! Ez olyan aranyos. Ó, nagyon édes. Most bontjuk ki ezt a kék színűt. Az az érdekes ezekben a nyulakban, hogy nincsen lábuk. Mondjuk nem értem, hogy miért, de lehet, hogy zavarna mondjuk, ha csuklódra akarod tenni, mint egy órát. Akkor, hogy ott lenne a négy lába. Azért az érdekes lenne. Azt tudtam, hogy vannak ilyen babák, csak majom alakúak. Szóval az egy majom, és a négy lábát kapcsolod fel a kezedre. Vagy akár a nyakadra, nem pedig a fülét. De ez nagyon cuki. Nézzétek, összekapcsolódik, mivel mágneses. Tegyük fel a kezemre. Kicsit lötyög, majd belenövök. Ja, hogy így kell. Már értem. Csak nekem tűnik úgy, mint egy bárány. Ó, egy kék bárány. Ó, látjátok? Ragaszkodnak egymáshoz. Jaj, de cukik. Nekik meg a farkuk ragadt össze. Ó, de édesek. Látjátok? Megtartja a másikat. Így. Ó. Szerintem ezek a nyulak kicsomisztikus játékok. Nagyon aranyosak. Most összekapcsolom mindegyiket. Tudjátok, mintha a körjátékot játszanának. Hinta, palinta. Sziasztok! Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és kommentben írjátok meg, hogy nektek melyik nyuszi tetszett a legjobban. Iratkozz fel! Nézd további videókat! Ha rajzfilmekre vagy kíváncsi, akkor látogass el a Kert csatornájára.